Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás szeptember hónapra, mégpedig a Skorpión jegyében születetteknél. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy havi jóslást. A díjam 4000 forint. Amire még felhívnám a figyelmeteket, van egy akció, mégpedig, ha írtok egy e-mailt, és kéritek a személyes szerencse számotokat, ezt megkapjátok ingyen tőlem. És most megnézzük azt, hogy mi történik szeptember hónapban. Első hét, az itt felül látható. Mindkét kártya azt jelenti, hogy állj meg egy pillanatra. Vedd kezedbe ezt az arany érmét, és figyelj oda az anyagiakra, és figyelj oda a munkahelyi körülményekre. Itt lesznek változások, erre utalnak a gólyák. Itt a lilium virág jelenti a tisztaságot, vagy kitisztul valami. A virágcsokor az lehet a te nőiességed, szépséged, vagy egy kreatív tevékenység, de azt is jelentheti, hogy lesz egy meghívás, kapsz egy ajándékot, itt kitisztul valami. A kereszt az jelentheti a hitedet, vagy a sors utadat, amikor a sors utak kereszteződnek, tehát vannak fontos találkozások. A kereszt jelentheti a döntéseket is, amikor odaérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. A gyermek utalhat egy új kezdetre, a gólyák a változásokra. De mivel itt láttuk azt, hogy meg kellene állni egy pillanatra, légy még kicsit türelmes, ne siessd el a dolgokat. Itt kisüt a nap, megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, megvan a vonzalom kettőtök között, hiszen megjelenik a szerelem, és a gyűrű jelenti a kapcsolatokat. Esetleg a munkát illetően bizonyos szerződéseket. Második hét, szeptember hónapban itt látható. A felhő jelent valamit, ami még átláthatatlan, de ez nem marad így, hiszen ez a kard elvágja ezt a felhőt, ezt a helyzetet, ami eddig átláthatatlannak tűnt. Te kezedbe veszed ezt a kardot, jelenti az ötleteket, jelenti a kommunikációt. Itt tisztázódik valami. Itt a fa az utal a biztonság érzetére, ahol úgy érzed, igen, ide érkeztem, itt le tudok gyökerezni. Ez fontos most számodra, ami szerencsét hoz, és a gyermek lehet egy új kezdet. Amit a fa még jelenthet, egészségügyi témák, ha beteg voltál, vagy valaki a családban, akkor itt van a fiatalos kisugárzás, mint egy újjászületés, itt van a szerencse, tehát megvan a gyógyító erő. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és itt a könyv akkor jelenti a tudásodat, vagy lehet egy továbbképzés is. Fontos beszélgetésekről lesz szó, ami szerencsét hoz, jelent egy új irányt. És itt kinyílik ez a könyv, hiszen a nap megvilágítja, és a titkok kiderülnek. Itt a hátad mögött az utak jelentik a döntéseket, de még nem figyelsz oda erre, ez eltarthat 2 hónapig, mire ezeket a döntéseket meghozod. Harmadik hét, szeptember hónapban itt látható. Itt középen megjelenik a szerelmes pár. Ez egy fontos téma, ami erőt ad számodra. Kisüt a nap, megvilágítja ezt a témát.
Ha egy hölgy vagy, akkor itt vagy, látható, vannak anyai érzelmek. De a szerelem is egy nagy szerepet játszik, hiszen itt van Vénusz bolygó szimbóluma. Pihent ki magadat, legyen meg egy elképzelés, hiszen erre utal ez a szent kép. Itt látható a múlt, az is lehet, hogy valaki gondol rád a múltból, és útban van hozzád. Lesznek változások is, hiszen elhagyod az egyik partot, lesz egy új irány, az új part még ugyan nem látható, de legyen meg a bizalom, és ez az életerő, ez a hit, ez a belső erő, itt lesz majd egy új kezdet. A ház jelentheti az otthonodat, vagy a családod. Itt anyagiakról van szó, tisztázódik valami, mert ezt az anyagi helyzetet megvilágítja a nap. Az is lehet, hogy költesz pénzt a lakásodra, vagy egy házra, lehet egy bérlet, vagy egy vásárlás is. Utolsó hét szeptember hónapban itt látható. Vannak még nyugtalan időszakok, álmatlan éjszakák. Ez a munkahelyed miatt van így, hiszen itt látható, hogy jól dolgozol, mester vagy. Mások ezt észreveszik, figyelgetnek téged, de úgy kezelnek, mint egy diák, lenéznek, vagy nem kapod meg az elismerést. Minden olyan bizonytalannak tűnik. És itt összehasonlítod magadat másokkal, hiszen ez a bokor másokra utal. Ott vannak az értékek, odafigyelsz rá. Holott előtted is megvan ez az arany érem, vedd a kezedbe, légy ennek tudatával, és te sokkal magasabb vagy, mint mások. Ne vacillálj, hanem bíz a jövőben, bíz a sors utadban. Itt lesz egy jó párkapcsolat, itt látható a szerencse. Ez a kép utalhat szerződésekre is, és a csillagok szerencsét fognak hozni, jó útban vagy, jó az irány. És ez volt a havi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendel Rád!